reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión. Június utolsó napján, 30-án reggel 4:08:02 jelentkezünk otthoni stúdiójából Kántor Endre. A rádióból pedig Gede Balázs. És 0630 2010 909-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon pedig a hallgatók üzennek, és hát képzeld el, mindenkinek igaza van, Szőke kapitány éppen belefutott egy olyan tesztelésben be, amikor nem volt elérhető a Twitch, viszont az egy pillanat műve volt, tehát amikor te nézted már rendre, akkor már működött és helyreállt a dolog, ez a kezdéskor, induláskor történt valamikor. Aztán Attila írja, hogy Tihanyban telefonon Safarin működik. Igen, ez lehet az oka, hogy amit mondok, ugye, hogy beszéltem itt a műszaki kollégával, és ez csak egy pillanatnyi teszt volt, amikor ez leállt ez a dolog. Aztán kérdezi egy hallgató, hogy a Wirecard körülbelül 150%-os visszapattanását meg sem említjük. Kérem, az 1.50-ről a 3.20-ra, vagy nem tudom, hova zárt tegnap, hát, de éppenséggel megemlítettük. Hát meg nagyon sokat beszéltünk a Wirecardról, ugye nagyon érdekes történet, úgyhogy meg fogunk is, tehát folyamatosan az elemző srácok rajta vannak, és állandó téma nálunk. Még egy darabig, mert hogy a felsózás felé megy a cég, úgyhogy igen, igazán sok történetet már nem fog szolgáltatni, esetleg a hátterét annak, hogy mi hogyan keveredett ebbe a helyzetbe. Eltitkolni egy ekkora... Igen, 2 milliárd eurónyi hiányt, 1,9 milliárdot, amit ilyen fiktíven lett föltöltve a cég. Tehát kétségtelen, hogy így cégtörténetileg egy izgalmas sztori. Nyilván azok a befektetők, akik mondjuk még 2 hónappal ezelőtt 140 eurón vettek, és most nézegetik a hármat, azok kicsit többnek tartják, mint izgalmas. Úgyhogy ez még majd terítéken lesz nálunk valóban. Azt írja egy hallgató, hogy 1 órával később kezdődő oktatás, és a gyerekek este 6-ig legyenek bent a suliba, ez biztosan olyan emberek találták ki, akiknek nincs gyerekük, a szülők meg kezdjék a munkát 10 órakor, nagy ötlet, ha suli van. Mindegy, mikor kezdődik, úgyis tömegnyomor lesz az utakon és a tömegközlekedési járműveken egész nap. Hát van egy pár olyan európai ország, ahol 9 órakor kezdődik az oktatás. Igen, tehát ez nem egy ördögtől való dolog. Hát nyilván nem mindenhol, tehát lehet, hogy csak felső tagozatba vagy középiskolába kéne bevezetni, ahol egyedül járhat a gyerekiskola. Hát fene tudja, hogy jó ezt kivitelezni, nyilván ez még egyelőre az ötlet és a kidolgozás előtti szinten van, de hát mondjuk őszig nincs sok idő, úgyhogy lassan ki kell deríteni a részleteket. Na nézzünk egy-két útinfót. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Hát mivel frisset nem kaptunk a hallgatóktól, az útinformhoz fordultam, ahol azt látom, hogy a reggeli forgalomban lassabb a haladás a főváros felé az M3-os autópálya bevezető szakaszán, és az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya térségében, valamint a 10-es főúton Solymárnál, illetve a 11-es főúton Szentendre térségében. Az M0-as autó déli szektorán torlódik a forgalom, Dunaharaszt és Halásztelek között az M1-es autópálya irányába 25-30 perces időveszteséggel kell számolnia az arra autózóknak. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na hát ide tartozik ehhez a rovathoz az, hogy egyébként ami
akadályt is jelent az autóval közlekedőknek. A Baross utcában az Orci tér és a József körút között szakaszos útszűkületre lehet számítani, mert új busz és kerékpársávot alakítanak ki. És akkor ezzel kapcsolatban ugye a BKK oldalán lehet olvasni, hogy forgalomcsillapítással, új busz és kerékpársávokkal válik biztonságosabbá a Baross utca. Tovább bővül a kerékpárral biztonságosan járható úthálózat Budapesten, ezúttal ugye, mint mondtam, a 8. kerületi Baross utcában, és tegnap új kerékpárútvonal kialakítását kezdték el szakaszosan, ez egy 2 kilométeres hossz, tehát lényegében a Baross utca teljes hosszában lesz elérhető. Új kerékpársávok, illetve buszok és biciklik által közösen használható forgalmi sávok kerülnek majd kialakításra itt, és ezáltal nagyon folyamatosan bővül és fejlődik a kerékpárforgalmi főhálózat Budapesten. Nálam egy olyan hír van, ami a budavári országos villamos teherelosztó körüli problémák körül. Hát az, igen. Most erre forog. Mit mondjak? Hát ez egy nagyon nehéz ügy, mert tényleg sok magyarázatot igényel, hogy meggyőzzék az embert arról, hogy ez már pedig szép az az épület, és nem kéne lebontani, vagy nem is tudom, hogy a szépnek mondják-e, vagy építészettörténetileg jelentősnek. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy... Az biztos, hogy nagyon rossz helyre rakták annó. Tehát szerintem hát, azért... Figyelj, ezt... nézd, lehet, hogy rossz helyre rakták annó, de oda építettek valamit, és szóval ez nem úgy működik szerintem, főleg, na kezdjük a legelején a sztorit. Úgy biztos, hogy nem működik, hogy egy soha nem volt múltat hozunk létre egy ilyen történelemhamisítós rekonstrukció, nem is rekonstrukció, hanem ez egy ilyen álrekonstrukcióval. Tehát ez nem létezett, ez az állapot. Ez már egyébként többször előfordul a budai vár történetében sajnos, a közelmúlti történetében, hogy soha nem létezett dolgokat építenek úgy fel, mintha azok léteztek volna. Ez egy építészetileg egy teljesen elmebeteg dolog. Na most a másik probléma pedig az, hogy miután volt egy ilyen épület, ezt nem lehet megcsinálni, hogy valamiféle ízlésnek megfelelően úgy alakítgatjuk a dolgokat, meg tüntetjük el, hogy úgy csinálunk, mintha nem lett volna. Szóval ez kicsit hasonlít egyébként ezekre a szobor döntögetésekre. Nem ilyen egyszerű a történet, hogy azt mondja valaki, hogy hát ez csúnya, és bontsuk le. Vagy hát... ne bontsuk le, hanem építsünk elé egy olyan faszádot, ami hát... Igen, hát ez elfeti. Most ugye ez a legbizarabb megoldás most per pillanat, ugye, mert egy darabig ment a vita, hogy elbontsák, ne bontsák, akkor valószínűleg az építészeti szakma meggyőzte a döntéshozókat, hogy nem kéne elbontani, mert ebben érték van, és most ugye az a döntés született, hogy elé húznak egy ilyen, nem tudom, álfalat, ami látszólag illeszkedik a vár stílusához. Igen, de ez egy nagyon-nagyon nagy hiba, tehát ez a látszólag illeszkedik, ez a történelmieskedő, de mégsem jó. Nézd, önmagában véve nem biztos, ez építészetileg lehet egy probléma, a várba látogatóknak szerintem egyáltalán nem probléma. Tehát fölmész, adnak egy hangulatot ezek az épületek, szerintem csak nagyon kevesen nézegetik azt, hogy hú, hát ez micsoda, hogy történelmi hamisítás történt, mert hogy ez az épület nem is itt volt, meg nem is így nézett ki. Szerintem ezek vannak kevesebben. És a hangulatba, meg a környezetbe ez az épület valóban nem illeszkedik, de az sem lesz jó, hogy elé húzzuk ezt a kamu falat, ami aztán se építésznek, se oda látogat, az aztán senkinek nem fog tetszeni valószínű, vagy nem lesz jó megoldás. Úgyhogy... De figyelj csak, én problémát látok abban is. Egyébként a világon több helyen vitákat vált ki az ilyen régieskedés, nem tudom mi. Nincs erre. Maradjunk a régieskedésnél, az nagyon jó. Régieskedés. Szóval nagy vitákat vált ki, de a lényeg az, hogy nem hiteles a dolog. Tehát lényegében fel lehetne építeni akármit újra, úgy, mintha, de az nem az. És akkor innentől kezdve ez olyan, mint amikor Kínában megcsinálják a különböző európai városoknak a híres épületeit.
Hát azért szerintem nem. A kettő nem. Között semmi különbség nincsen. Hát, na mindegy, szerintem ezen most ne vitatkozzunk, az biztos, hogy ami látszik, hogy a budavári országos villamos leherelosztóhoz nem, egész egyszer nem tudnak mit kezdeni vele, és most próbálnak úgy hozzányúlni, ami még mindig nem a jó megoldás. Na, van egyéb hírünk? Nincs, ugye, Budapestben? Hát lenne ugye ez a csúsztatott iskolakezdés, de ezt már úgy szétmondtam mindenki, most a hírekben is volt, hogy én szerintem ezt már megbeszéltnek, tekinthetjük, hogy megyünk tovább. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.